Egészségügyi szolgáltatási járulékot azoknak az állampolgároknak kell fizetniük, akik nem rendelkeznek munka vagy tanulói jogviszonnyal, és nem számítanak szociálisan rászorulónak. A térítés alól tehát a 18 éven aluliak, a nappali tagozatos hallgatók, a nyugdíjasok és például azok mentesülnek, akik anyassági vagy apassági támogatásban részesülnek. Idén január 1-től a járulék havi összegen 8000 forintra emelkedett. E törvénymódosítás következtében szigorodtak a befizetés szabályai is. Amennyiben a felhalmozott járuléktartozás meghaladja a járulék összegének 6-szorosát, vagyis 48000 forintot, akkor érvénytelenné válik a társadalombiztosítási azonosítójel, így az érintett nem részesülhet ingyenes egészségügyi ellátásban. Az orvosok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján eddig is láthatták, hogy kik maradtak el a járulék befizetésével. Ugyanakkor az ellátást biztosítani kellett, és akkor kiadtunk a betegnek egy jelzést, írásos jelzést, hogy nincsen jogviszonya rendezve, és ezt meg kell neki csinálni. Aztán ettől kezdve a adóhatóság meg a TB intézkedhetett, hogy ezt oldja meg. Na most a törvény miatt ez most már vonalasabb lett. Én azt gondolom, hogy ez jobban rászorítja az embereket arra, hogy akik nem rendezték önhibájukon kívül, vagy a munkáltatójuk, akkor ezt megoldja. Az érintetteknek február 12-ig kell rendezni járandóságukat, vagy a szükséges dokumentumokkal jelezni azt, hogy anyagi, illetve szociális rászorultság miatt nem tudják befizetni a járulékot. Újhely János elmondta, az új szabályozás eleinte biztosan ellentmondásokat fog előidézni. Szerinte az orvosok nagy része azoktól sem fogja megtagadni az ellátást, akik nem pótolták a járandóságot. De a törvény az törvény marad, és ugye nyilvánvalóan, hogy azt végre kell hajtani, meg az is egy elemi igény, hogy mindenki valamilyen biztosítási járulékot fizessen, akinek ezt az állam átvállalja, gyerekek, idősek, szociálisan rászorultak, tehát van sok kategória, annak az megoldódik, de aki egyébként ezt megtehetné, az tegye meg, mert ez így szükséges. A Nemzeti Adó és Vámhivatal október óta tájékoztató kampányt folytat. A hatóság havonta hívja fel levélben a nem fizetők figyelmét a lehetséges következményekre. A befizetést a NAV-tól igényelt csekken, illetve az adóhatóság weboldalán lehet teljesíteni.